Most kell változtatni, nincs majd opció, fogalmazott Lajtman Csaba, a Reflex Környezetvédő Egyesület elnöke a Földnapja alkalmából. A Földnapját 1990 óta ünnepeljük hazánkban, amelynek a célja a természet megóvása, azonban nem csak ezen a napon kell figyelni a környezetünkre. Hogyha így egy gondolatot szeretnénk mondani, akkor az lenne a legjobb, hogyha az év összes napja a Föld napja lenne, és nem csak egy nap gondolnánk arra, hogy milyen fontos lenne arra figyelni, hogy nekünk csak egy bolygónk van, itt van egyébként a pólomon is, ami már akár a kereskedelemben is beszerezhető, ami ugye arra hívja fel a figyelmet, hogy egy bolygónk van, tehát hogyha ennek a készleteit feléltük és sajnos feléjük, akkor nem lesz hol laknunk, és lehet, hogy nekünk még lesz, egyébként a gyerekeinknek és az unokáinknak sajnos nem lesz. A szakember hozzátette: Az az időszak van, amikor drasztikusan csökkenteni kellene a környezetre rót terheket. Ezt jelzi például az utóbbi években egyre szélsőségesebb időjárás is. Annak érdekében, hogy a Föld továbbra is élhető maradjon, tennünk kell néhány dolgot. Próbáljunk meg kevesebbet fogyasztani. Áramból, élelmiszerből, húsból, kilométerből. Tehát, hogyha ezt így egy picit követjük és figyelünk arra, hogy mondjuk próbáljuk javítani a háztartásunknak az energia ö, takarékosságát, szigeteljük jól a nyílászáróinkat, a falainkat, ugye ez ma már elvárás is. Elhangzott az is, hogy érdemes még figyelni az étkezés területén arra is, hogy előtérbe kerüljenek az zöldségek. Ezek előállítása ugyanis kevésbé terheli a környezetet. Ezen a napon több helyen szemétszedő akciókat is szoktak szervezni, azonban az idei év tapasztalata azt mutatja, hogy ezt már nem csak ezen az egy napon teszik meg az emberek.